Volt egyszer egy feltaláló, tiszta, jól gondozott, hogy mindig csinos legyen, két naponta mosott. Nagyban gondolkozott, ahogy Lábujjhegyen illegett, közben teregette a frissen mosott ingeket. Mi lesz a nagy találmány, ami meghozza a sikert? Hogy meghallja a nevem még az is, aki siket. Egyszerű dolgokra vágyott. Siker, pénz és csillogás. Ha lenne egy jó ötletem, sztár lennék, ez nem vitás. A nagy álmodozásban olyannyira elmerült, hogy nem is látta, mikor a gatyája elrepült. Mikor visszatért, észrevette, hogy... Haver, az összes ruhám a földön hever. Még ha vihar lenne, vagy legalább szél fújna, de libben egy fuvallat, és moshatok újra. Rögtön érezte, hogy ennek utána kell járnia, megtalálni, hol a hiba, és megjavítnia. Számolgatott ide-oda, vajon hol a gond? Túl nagy felület, de kicsi tapadási pont? Talán rossz az egyensúly a szárító kötélen? Megfejtem ezt a talányt mindenféleképpen. Mi lenne, ha több madzak közé fűzné egyszerre? Ha szobában teregetek, szükségem van több helyre. Valahogy rögzítenem kell a ruhához a madzagot. De nem maradhat nyoma, úgyhogy nem ragaszthatod. Meg is van. Olyan lesz, mint a kezem. Benne egy rugóval oda csíphetem, a neve pedig csípő legyen. Mondta, s ebben nekilátott teljes lendülettel. Mikor elkészült, az újra mosott, illatos ruhákra mind csípőt rakott, és bizony olyan jól lehetett velük ruhát csíptetni, hogy a feltaláló első dolga volt bejegyeztetni. Jó napot! Levédetném a csípő nevű találmányom. Ruhaszárításhoz való, és működik télen-nyáron. Csipesz? Ruhacsipesz? Az nem fog menni. Ilyen közismert dolgot nem lehet levédetni. Hogy érti, hogy közismert? Úgy, hogy ön az egyetlen, akinél nincs 20 ruhacsipesz a szekrényben. Ezt is feltalálták már. Szomorúan kiáltott. Az eltaláló feltaláló bizony megint ráfázott.